Bácsis Vörcs Zoltán vagyok, 17 éves és hegedűs vagyok. A zenélésen kívül a gördeszkázást tesz boldoggá, mert segít kikapcsolódni, szabadon érzem magam és egyféle önbizalmat. Megtetszett a lányoknak. Zenélés annyiban hasonlít a gördeszkázásra, hogy kell hozzá jó ritmusérzék, kitartás és lelkesedés. Véhes vagy most? Neked adom. Jó sokat töltsed egyszer. Én Hollandiában születtem, Maastrichtban. Ott éltem 12 évig. Az édesanyám ő hegedűművész, édesapám brácsás. Anyukámmal most itt élünk Budapesten, nagyszüleimmel. Magyarországra pont a zenélés miatt költöztünk, a hegedű tanulmányaim miatt. Én itt egy kurzuson megismertem egy fantasztikus hegedűtanárt. Mikor Magyarországra költöztünk, a családomnak úgymond szét kellett válnia. Édesapám ő ott maradt dolgozni, és mi pedig itt élünk, hogy tudjam folytatni a hegedű tanulmányaimat. Hát hiányzik egyébként. Szervusz, csillagom! I've got news to tell you. Oh, great. What is it? I'm going to enter virtuózok. Well, that's great. That's wonderful. Apukám ugye azért hozza ezt az áldozatot, hogy a zenei tanulmányaimat itt tudjam folytatni. Az a célom, hogy megmutassam édesapámnak, hogy nem hiába való az a sok áldozat és lemondás, amit értem hoz. Szeretettel üdvözöllek a zsűri nevében is. Jó napot kívánok! Bácsis Vörcs Zoltán vagyok, és Vinyavszky D-durban ezt fogom eljátszani. Nekem nagyon-nagyon fontos és nagyon szimpatikus volt, hogy egy nagyon jó töltetű valaki vagy. Tehát kijöttél, oda kellett végig rá figyelni, amit csináltál, és egy nagyon klassz bravúr darabot választottál. Hát Vinyavszky a világ egyik legnagyobb hegedűse volt, megőrültek a népek, amikor játszottak hegedűjén. Zoli, tényleg nagy szeretettel gratulálok, és átérezve a helyzetedet, hogy te vagy az első, és az mennyire nehéz lehet, hihetetlen magabiztos fellépésed van, megnyerő külsőd, én odaadom neked a hegedűmet. Köszönöm.